90. születésnapja alkalmából engedje meg, hogy Gyulaváros polgárai nevében tiszteletünket és nagyra becsülésünket kifejezzük. Köszönöm, képviselő úrral és jegyző úrral együtt. Görgényi Ernő polgármester virággal és oklevéllel. Hát ez nagyon aranyos. Csige Gábor jegyző pedig tortával köszöntötte a 90 éves Vida Máriát. Marika néni 1929. április 16-án látta meg a napvilágot Csorváson. 1948-ban Szarvason szerzett tanítói diplomát, majd Ajtósfalván összevont osztályokban kezdett tanítani. A szeretet, az összetartás, a mindenkire tudó mosoly, az élet hosszú titka. A gyulai tanítóképző indulásától 1952-től az iskola bezárásáig 1957-ig ott tanított. A Mária falvai iskolában 34 évig foglalkozott a gyerekekkel, 2008-ig az egyes iskolában tevékenykedett, ezt követően 2013-ig az otthonában segített a gyerekeknek. Csoda szép volt. Én 63 évig aktívan tanítottam. Kisgyerekeket oktattam 1-4 osztályban, nekem gyönyörű életet biztosítottak ezek a kisgyerekek szüleikkel együtt. Én boldogan gondolok vissza a munkás éveimre. Odaültél mellém, vezetted a kezem, és egyszerre a betűk elindultak velem. Marika néni 2006-ban költözött az Eminescu utcai nyugdíjasok házába. Egész élete a gyerekek tanításáról szólt, szeretettel végezte hivatását. A tavaly júniusban rendezett pedagógus napi ünnepségen Rubin oklevelet vehetett át.